Csütörtök reggel 8.30, itt van, és már most 7 perces késésben vagyok, annak ellenére, hogy 6 óra óta ütöm a gépet. És 7 perces késés az általában még nem egy katasztrófa, de a mai nap az annyira sűrű lesz, hogyha mindenhol csak ennyit csúszom meg, akkor a végén egy ilyen 24 órás lemaradásban leszek. Mert el kell mennem megnézni egy lakást a Menő Lakásom blognak. El kell mennem két tárgyalás. Meg kell néznem egy reggeliző helyet, most egyébként épp oda baktatunk, és azért megyek ennyi kajádába, meg reggeliző helyből, meg kávézóba meg. Mert egy kicsit előre kell dolgoznom az Egy nap a városban blogra. El kéne jutnom edzeni is, amivel kapcsolatban azért most már erős kétségeim vannak. Szóval a nap az másodpercekre be van osztva, de ez nem ok arra, hogy ne beszéljünk a tegnapi nap egyik legfontosabb híréről, az új Samsung telefonról, vagy tabletről, nézőpont kérdése, szóval a Note 8-asról. Ami nagyon-nagyon sok szempontból egy érdekes készülék. Egyrészt talán még sokan emlékeztek a Note 7-esre, ami a Samsung egyik legnagyobb katasztrófája volt. Ez a Note 8-asnak a tavaly bemutatott közvetlen elődje. És ez volt az a telefon, ami még dollárban számolva is milliárdokat húzott ki a Samsung zsebéből. Mert alapvetően egy jó készülék volt, viszont egy kicsit hajlamosabb volt a felgyulladása, mint azt a vásárlók tolerálták volna. És én akkor tudtam meg, akkor jöttem rá arra, hogy tényleg gond van a telefonnal, amikor valamikor tavaly szeptemberben utaztunk Spanyolországba egy vízerjáraton, és felszállás előtt bemondták azt, amit mindig be szoktak mondani, hogy kérjük kapcsolják ki a mobiltelefonjukat, és elmondták azt is, hogy amikor már fent vagyunk, akkor Airplane üzemmódban használhatjuk a készülékeinket, kivéve ha Note 7-esünk van, mert abban az esetben tartsuk kikapcsolva. És éppen ezért nyilván mindenki izgatottan várta, hogy mit fog majd mutatni a Note 8-as. Hogyan mossa le a gyalázatot? És hát, nekem az az érzésem, hogy kicsit olyan megúszós lett ez a készülék. És nem azért, mert Samsung, mert tudhatjátok, hogy alapvetően elfogulatlan vagyok mindenféle gyártóval. Nincs arról szó, hogy csak azért, mert nem iPhone, én már képtelen vagyok elismerni az erőfeszítéseket, hiszen ott volt például az S8-as teszte, amiben elmondtam, hogy szerintem mennyire egy faszán sikerült az a készülék. Viszont a Note 8-as olyan nagyon sokat ehhez képest nem hoz. Az S8 Plusnál 0,1 collal nagyobb a kijelző. 0,1-en. Ugyanaz a processzor van benne. Egészen hasonlóan néz ki, egy kicsit más az alakja, de mondjuk nagyon-nagyon hasonló. És került bele 6 GB memória, meg jobb lett a két hátlapi kamera. Mert mind a kettő 12 megapixeles, mind a kettőben van optikai képstabilizátor, és így együtt mindenféle varázslatra képesek. Lehet zoomolni meg minden. Viszont az aksi az konkrétan kisebb, mint az S8 Plusnak, mert egyszerűen kellett a hely a tollnak, és hát a ház az ugye nem lett sokkal nagyobb, a kijelző az nem lett sokkal nagyobb, úgyhogy hát gyakorlatilag a toll az elvette az akkumulátor helyét. Ez azt jelenti, hogy 3500 mAh helyett van 3000 mAh-ránk, ami azt jelenti, hogy a Note 8-as az egészen biztosan gyorsabban merül le, mint az S8 Plus. Szóval ez egy nem rossz készülék, nincsen vele semmi probléma, és nyilvánvalóan a csúcs technikát testesíti meg, csak az S8 után egy kicsit olyan pukkanásszerű. De akinek szüksége volt még 0,1 szóra meg arra, hogy egy tollat be tudjon tuszkolni a mobiljába, annak nyilvánvalóan tök jó jön ez a telefon, ami egészen biztosan nem fog felrobbani, szóval, hogyha van olyan készülék a világon, amit ezerszeresen milliószorosan ellenőriztek, akkor az egészen biztosan a Note 8-as, és lassan meg is érkeztünk valahova, ahol elvileg kávék és szendvicsek vannak. Legalábbis az Egy nap a városban blogon valaki nagyon ajánlotta ezt a helyet, hogy mindenféleképpen csekkoljam, úgyhogy hát itt kezdjük a napot, és reméljük, hogy egy kicsit felpörgünk. És ezeket a csigákat ti csináljátok, hogy ezek honnan vannak? Aha. Köszönöm. Bejöttem, kirendeltem a kajámat, és elkezdett készülni a szendvics, és eltelt körülbelül 20 másodperc, és ez történt. Úgy látszik, hogy hát ilyen 8:45-8:50 után ez a hely elkezd borzasztóan felpörögni. Köszi, sziasztok! Na, hát figyeljetek, az avokádó jó volt, ami tök ritkaság, mert általában ilyen nagyon kemény avokádókat lehet kapni Magyarországon, amitől az teljesen ehetetlenné válik, itt viszont finom puha volt, érdekes módon az acc volt egy kicsit szárazabb. De a szendvics nagyon jó volt, a kakaósiga meg őrületesen jó volt. Nem annyira, mint a legelső Smartos epizódban a Butter Brothersnél, ahol egy kakaós csigának a titkát fejtettük meg. És ahogy abban a videóban is elmondtam, szerintem az Budapest legjobb kakaós csigája, de ez ott van mellette. Vagy csak nagyon-nagyon kicsit mögötte. És a kávé is jó volt, úgyhogy igazából 9 óra 15 van, hoztam egy 10 percet körülbelül a lemaradásomon, időben vagyunk. Mehetünk tovább. Szóval
Szóval szoktátok kérdezni, hogy nekem tényleg csak annyiból áll-e a napom, hogy elmegyek kajálni, aztán találkozom a családommal, esetleg beugrok egy jó moziba. És én mindig elmondom, hogy nem, ennél azért jóval összetettebb, csak az életemnek az a része, amiről nem forgatok, az egyszerűen unalmas. Az, hogy gép előtt ülök, leveleket írok, tárgyalásokat folytatok, meetingeket veszek részt, az a kutyát se érdekli. Ettől függetlenül a napi rendemnek ez is a része. És ezeken a megbeszéléseken, meg ötleteléseken formálódnak olyan projektek, mint például az ingatlan értékesítős projekt. Mert hogy Ádámmal közös lakberendező cégünk már van 8 remek belsőépítéssel és egy szuper építész szervezővel. Most azonban elkezdünk ingatlan értékesítéssel is foglalkozni, és nem akármilyen ingatlanokat értékesítünk majd, hanem menő ingatlanokat. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy drága lakásokat, hanem olyanokat, amik a maguk nemében érdekesek, izgalmasak, jópofák, minőségiek. És nem én fogom konkrétan értékesíteni ezeket a lakásokat, viszont én megyek ki, én nézem meg, hogy jók-e ezek a lakások, én veszem fel őket az adatbázisba, én csinálok róluk fotót, és utána én írok róluk cikket. Illetve hát én meg Ádám, de most konkrétan én, mert Ádám Szabin van. És ahol most meg, az az egyik első értékesítendő lakás, amit megnézek, hogy tényleg menő-e. És ha menő, akkor jön az adatbázisba, és az értékesítőnk elkezd értékesíteni. Szóval ilyesmiket csinálok, meg még 100 hasonló egyéb dolgot, azért, hogy hát, hogy önfelten tudjak nektek videózni. És van saját parkolója az épületnek, az elég menő. Oké, ez elég menőnek tűnik. Van egy kert, be lehet jönni úgy, hogy elzár a kapu, és onnantól kezdve az autó biztonságban van. És miután ebből a, nem is kert, ez ilyen kis park a házak közül, szóval ebből a parkból szépen bejössz ide, és akkor egyszer csak itt vagy egy ilyen helyen. Jó, hát nyilván a játékok azok nem maradnak itt, de a szoba az valószínűleg itt marad. És tök jó fej a tulajdonos, Nóra tök jó fej. És nézzétek, csak itt konkrétan van egy erdő, egy patakkal. Itt vagyunk Budapest mellett, és ez konkrétan egy erdő, egy patakkal. Bárcsak minden ilyen flottú menne az életben, aztán csak be kell jutnom a városra, részt venni egy tárgyaláson, aztán edzeni egyet. Szóval most menő lakás megbeszélés lesz, nem a lakás értékesítő, hanem a belső építész megbeszélés, méghozzá Misivel, az építész szervezőnkkel. Na, jó. Szóval, hogy az van, hogy nagyon sok nagy cég támogatja azt, hogy az ember ilyen brainstormingokon vegyen részt, ahol 10-15 ember összejön és kifejti egymásnak a gondolatait, de én azt vettem észre, hogy vagy maga a brainstorming műfaj egy szörnyűség, vagy nekem egyáltalán nem megy. Viszont amikor két ember találkozik és elkezd beszélgetni egymással, akkor valahogy mindig valami jó dolog sül ki. Na, mutatok még nektek valamit. És egészen pontosan ide jöttünk a metrónak a Deák téri kijáratához, bár ennek Sütő utcai kijárat az hiszem az a hivatalos neve, de ott van Deák téri kijárat, és vagy bejárat, attól függ, hogy honnan nézzük, és ebben az az érdekes, hogy ez most se nem kijárat, se nem bejárat, mert hogy itt most éppen építkeznek odalent. És ez most egy kicsit illegális lesz. Ide nem szabad bejönni, úgyhogy menjünk ki, mert úgysem látunk semmit, szóval az a helyzet, hogy sok-sok évtized után, vagy én nem is tudom, hogy mennyi idő után, de végre megépítik a metró beléptető kapukat. És itt most pontosan azon dolgoznak, hogy felhúzzák valamilyen módon ezt a kísérleti rendszert. Hi! Hello! És azért vicces, hogy kísérleti ez a rendszer, mert a világ legtöbb országában már alapvetően úgy működnek a metrók, hogy bemész és ott van egy kapu, lehúzod a jegyedet, és hogyha van jegyet, tovább mész, ha nem, nem. Na most Magyarországon a mai napig az van, hogy ott állnak a jegyszedők, és ők megnézik, hogy jogosult vagy a belépésre, ami szerintem egy csomó konfliktusnak a forrása. Egyrészt át tudsz slisszalni, és tudom, hogy Magyarországon nagyon-nagyon menő blitzelni, de szerintem az egy fontos lépés lesz majd a közgondolkozásban, amikor eljutunk odáig, hogy fizessünk azért, amit igénybe veszünk. És hogyha szarnak tartjuk a szolgáltatást, mert koszhattak a kocsik, meg lassúak, akkor ne
vegyük igénybe azt a szolgáltatást, de ha igénybe veszük, fizessünk érte. És persze erre tökre rá lehet vágni azt, hogy addig, ameddig a politikusaink ellopják a pénzt, addig miért fizessünk mi egy 3-400 forintos jegyért, de hát pont azért, mert ameddig mi nem fizetünk a 3-400 forintos jegyért, addig nem lehet elvárni a politikusainktól sem, hogy korrektek legyenek. És elvárni el lehet, de attól még nem lesznek azok. És egy ilyen kapu az megoldás erre a problémára, meg arra is, hogy ne emberek legyenek ideg állapotban, ellenőrök, akiket nap mint nap leköpdösnek, meg elküldenek a büdös francba, egy kapu az bírja az ilyesmit. Na most ami a vicces az, hogy még csak most tartunk 2017-ben ott, hogy Magyarország is elindul egy kísérleti rendszer, eleinte azonban csak a BKV meg BKK alkalmazottak tudják majd kipróbálni ezt a rendszert, egy nagyon-nagyon szűk kör. És velük kezdik el próbálgatni, hogy miként működik a rendszer, ami azért vicces, mert ahogy mondtam, a világon szerintem több száz ilyen rendszer van, szóval nem lenne olyan nagyon-nagyon bonyolult kideríteni, hogy hogyan lehet elsőre egy működőképes rendszert építeni. De legalább elindultunk valamerre, és ez is valamiféle előrelépés. Na figyeljetek, a mai adás az nagyjából ennyi, én újra beülök a számítógép elé, ahol körülbelül még olyan 4-5 órát dolgozom, aztán utána nekiállok vágni ezt az adást, és holnap újra találkozunk. Sziasztok!